Na jó lehet kívánok mindenkinek, sziasztok, én a Nagy Beni vagyok, itt vagyok az MSC Mera William, ami egy cruise ship, mondhatjuk óceánról hajó, és meg fogjuk nézni, hogy mit lehet itt csinálni, de valószínűleg kisebb lesz a lista, hogy mit nem lehet csinálni. Ez még mindig egy hajó. Ahogyan a hajósorozat elején említettem, lehetőségem adódott az utazlastminute.hu által feljutni erre az óriási hajóra, név szerint az MSC Mera Williára. Ebben a videóban szeretném bemutatni nektek, hogy nagyjából hogyan is kell elképzelni egy ilyen utat, mik a lehetőségek, milyen a hangulat, a helyszínek, ételek, kinti-benti aktivitások, és azt, hogy hogyan is tud kinézni egy kifogástalan vakáció. Az, hogy mi a matematikája egy ilyen utazásnak, és hogy tényleg mennyiből lehet kihozni azt, hogy ilyen luxus körülmények között nyaralhatsz, arra majd a videó vége fele ki fogunk térni. Most viszont a mi tapasztalatainkat fogjuk veletek megosztani, amit itt az MSC Mera Williamen töltöttünk az utóbbi 3 hétbe. Ezek már az utolsó napjaink, eddig felfedeztük minden csinyát, bínyát, és ezeket szeretnék átadni nektek. Ha belemeltünk ki a specifikációba, hogy tényleg mennyire szürreális, hogy mik vannak egy hajón, ez itt még mindig egy hajó továbbra is, hogy van 20 darab bár rajta, 11 darab étterem, 10 plusz ilyen shop, tehát ilyen boltok, tehát hogy van egy utca, mint a Váci utca, és ott az oldalán vannak ékszerboltok, élelmiszerbolt, patika, fölötte éttermek, azon belül is van külön japán, nyilván van spanyol, olasz, van a büfé, ami amúgy 0-24 elérhető konkrétan, tám van pár óra hajnalban, amikor nem tudsz enni, de én személy szerint azt javaslom, ugyanis mindenki, aki befizet egy ilyen hajóutazásra, annak van egy asztalfoglalása egy étterembe, és ott tudsz választani menük közül, amik nagyon-nagyon finomak, és tényleg nem igazán tudsz belekötni, viszont ott van a másik oldal, hogy nem tudsz kipróbálni sok dolgot, és ott van a büfé, ami például tel is tele van annyi meg annyi lehetősége, hogy így el nem tudja az ember képzelni. Úgyhogy mi első nap voltunk ebbe az étterembe, és tényleg nagyon jót tettünk, viszont a csapat szereti a gyomrát, és inkább több fajtát szeret kóstolni, és a nap bármelyik szakaszában az étteremnél van egy választás, hogy te mikor tudsz menni. Szóval az étteremnek ott van az az oldala, hogy fix ültetési idők vannak, és nem tudsz feltétlen mindig akkor menni, amikor szeretnél, vagy amikor éhes vagy, vagy nem vagy éhes, hanem ott akkor kell menni, és mi ezért pont a büfét szoktuk választani, hiszen ott egyrészt, hogy sokkal több mindent tudsz kipróbálni, bármikor mehetsz, bármilyen mennyiségbe szedhetsz, ha éppen csak ebédre vagy vacsorára gyümölcsöt akarsz, akkor csak azt tudsz, és hát ott azért nagyobb szabadságod van. Na és igen, a szabadság. Szóval előre szeretnék szólni, hogyha bármilyen diétában vagy éppen, és az önuralmad nem a legerősebb, akkor ne! Ne menj egy ilyen hajóra. Ugyanis tényleg lehet egész nap enni mindenfélét, és azt a legjobb minőségben. Az ételek változatosak, külön van menő a reggelire, ebédre, vacsorára, de a köztük lévő időben még a nasikra is. És hát vannak, akik ezt kihasználják, aztán meg csodálkoznak, hogy hát a mérlegen kicsit megszaladtak a számok. Azt hozzáteszem azért, hogy ez a japán, olasz, spanyol éttermes téma, ezek fizetősök is, szóval azért hajón is lehet pénzt elkölteni, viszont a büfé, illetve az étterem, ahol minden nap van beosztásod, azok benne vannak az árban. Na de ha nem nyugodt a lelkiismereted, akkor ne aggódj, mert bármikor le tudod mozogni, ugyanis a hajón van körbe egy futópálya, ami nagyjából 400 méter hosszú, egy fullosan mindennel felszerelt konditerem, végig üvegablakokkal, hogy tudjál gyönyörködni akár az óceánba, akár a város. Ahol vagy éppen. Itt akár személyedzést is tudsz kérni, mert van ilyenre is lehetőség, mondjuk ne tőlem. Vagy ha egy kis mókát akarsz vinni a mozgásba, akkor a hajó tetején van egy csúszda park, érted? Egy csúszda park, á? Amit még kihagytam, hogy van fagyizó, parfümös, illetve ha tovább jövünk, akkor ott van ilyen elegáns ruhabolt, valamint egy cukrászda is, illetve ami szerintem zseniális, hogy van egy ír pub, ami rohadt jól néz ki, odafigyeljetek. Na és ez az ír kocsma, ez a mi nagy kedvencünk, ugyanis nagyon jó fejek, mert tele van kivetítővel ott a pultnál, és mindig meccseket vetítenek, és amit kérsz, vagy ami éppen
éppen soron van valamilyen nagy esemény, például a magyar-olasz meccset is itt néztük a National League-be, hát sajnos kiestünk, úgyhogy szomorúak voltunk, de leövlíthettük egy kis söcivel. Képzeljétek el, hogy összesen 40-50 különböző sörük van, csapoltak közül is van 12 fajta, úgyhogy aki szeret sörözni, az MSC Meravilla. Ja, és ez még mindig egy hajó. Éljenek a hollandok. Éljen. És videózás szempontjából nekem kicsit nehézkes így a hajón bármilyen tartalmat csinálni, mert mindenhol szól a zene, most éppen itt nincs élőzene, de amúgy mindegyik bárban, mindegyik helyen nyomatják a zenét ezerrel, úgyhogy sorry, hogyha így folyamatosan váltakoznak a zenék. Most így végig szaladva mutatok még nektek egy-két helyszínt, ami szintén található a hajón, ám bármi mondjuk nem tartottunk rá igényt, de hogy ez is van a hajón, és... ez még mindig egy hajó. Karaoke bar, wellness részleg. Egyik színház, aminek elég király a kilátása. Másik színház. Ezeket mondjuk pont igénybe vettük az utóbbi hetekben, hiszen változatos és nagyon ügyes előadások voltak. Ráadásul pont nem itt, hanem a másik színházban magyar artisták is vannak, akiket tök jól összespanoltunk, és rengeteg minden megmutattak, elmeséltek, úgyhogy köszönjük szépen innen is Patrik és Laci. Kaszinó. Természetesen a kaszinón belül nem lehet felvételeket csinálni, egyik kaszinóba sem lehet, viszont egy jó tanács, nem tudom, hogy mindegyik hajón van-e ilyen opció, de ugye egy kártya az, ami mindent rá lehet charge-olni, minden a ti kártyátokra terhelhető, és hát a kaszinóban van egy olyan, hogy ha bedugod a gépbe a kártyádat, akkor hát a szobádra bármennyi összeget fel tudsz venni hitelre. Én ismerek egy olyat a társaságunkból, aki ezt nem tudta, hogy ezt le lehet limitálni, és beleszaladt egy kisebb hibába, nem én vagyok, hál' Istennek, úgyhogy erre nagyon vigyázni, illetve a kaszinóval is nagyon vigyázni, mert hát függőséget tud okozni, és sokak vesztét okozta már óvatosan. Egy fedett pálya. És igen, ez még mindig egy hajó. Bowling pálya. Viszont a fiataloknak sem kell aggódni, van itt egy-két olyan szint, ami hát az ő kedvükbe is fog járni. És amit itt éppen nem mondok, de mutatok, hogy a sok-sok szimulátor és játék mellett van lehetőség egy abszolút realisztikus Forma 1 szimulátorra is, amit egy igazi Forma 1-es autóból élvezhetsz, valamint van még egy 4D szimulátor is, amit én még soha életemben nem próbáltam ki, és így felnőttként is nagyon vicces volt. De még a náluk is kisebbeknek sem kell aggódni, hiszen van egy külön szint a nagyon pöttömöknek. Hát ide nem nagyon tudok bemenni, mert nincs gyerekem, csak egy ilyenem. Na ez az egyik része. Itt pedig a másik része a picúroknak, illetve van még arra is, csak már nem tudok elmenni. And this is our friend Winnie! What's up? Szóval azt hozzá kell tenni, hogy ők nem igazán fogadhatnak el jelen policyjuk szerint borravalót, viszont annyira meg tudják hálálni, és úgymond kiemelt bánásmódot tudnak adni, és már tényleg köszönnek mindenhol, már tudják, hogy mit akarsz, és tényleg ez egy kedves gesztus, mert tényleg nagyon-nagyon odafigyelnek rád, nagyon kedvesek, úgyhogy ha tehetitek valahogy sunyiba, okosba egy kis borravalót mindig adjatok nekik. Huhuhaha! Vidi! Cheers! Sok éve most csak Vidit emeltük ki, de a személyzet összes tagjáról elmondható, hogy nagyon odafigyelnek, és tényleg minden vágyunkat teljesítik, és nagyon azért vannak, hogy a vendég jól érezze magát. Nyilván ez a munkájuk, de hogy tényleg egy ilyen hajón különösen érzed azt, hogy kiemelt bánásmódban részesülsz. És azért az is rátesz, hogy most az 5500 befogadó képességű személyzet van 1400 főre, és ezért tényleg különösen kiemelt bánásmódban részesülünk. De tényleg az, hogy naponta négyszer is kitakarítják akár a szobádat, ha igényled, nem igényeljük. Illetve az, hogy tényleg mindenki mosolyog, és mindenki kedves és segítőkész, a recepció van legalább kettő, és ott is bármikor elhagyod a kártyádat, vagy bármilyen problémád van, például a lakótársad nagyon horkol, és te ezért új szobát kérsz, akkor is egyből adnak egy új szobát, jó, mondjuk ez most kivitelezhető, de tényleg nagyon jó fejek, és nem is akarunk, de nem is tudunk belekötni. Igaz, egy ilyen hajónak a pihenésről kéne szólnia, de annyi lehetőség van, hogy folyamatosan mész és igyekszel felfedezni mindent. Nekünk is kellett vagy 3 hét, hogy megtaláljuk az összes medencét, jacuzzit, a szervezett programok helyszíneit, és hát természetesen a bárokat is.
De nekem valahogy mégis a kedvenc időtöltésem az a naplemente vadászása volt, illetve az éjszakai séták a dekkem. Valahogy az esti fényekben még elképesztőbb a hajó, bár igazából nappal is az. Mindegyik szinten van egy ilyen tábla, ami egy ilyen értelmezős térkép, és ez szépen leírja, hogy melyik szinten pontosan mit található. A negyedik szint ott a személyzet van, illetve hát ne kerüljünk oda, de a Medical Center. Az 5-6-7-en vannak ezek az éttermek, boltok és különböző ilyen közösségi helyek. A 8-tól a 14-ig ott csak kabinok vannak, azok a lakosztályok és a többi. A 15-dik, ami még mindenki számára elérhető, itt van a büfé, amiről beszéltünk, illetve a kinti benti medencék. Na és a 16-18-19, 17-dik nincs már, az egy szerencsétlen szám elvileg. Na az MSC Yacht Club. Na az az, ami igazán next level, ez a hajó orrába van, a Kapitányi híd fölött, alatt vannak lakosztályok, és tényleg, hát mondhatni, saját pincéred van az egész utazás alatt, saját takarító, tehát egy saját inasod mondhatni. Hát tényleg ez már a felső kategória. Na de talán majd egyszer. Felírtuk a bakancs listára. Összességében, ha kiszámoljátok, az a nagyon sok szint egy labirintusnak tűnhet, és szerencsére mindegyik szinten van egy ilyen óriási nagy tévé, ami akár segítséget is tud nyújtani. Meg tudod találni a kabinodat, a legközelebbi mosdót, liftet, hogy milyen program van ma, milyen lesz holnap, és tényleg minden ott van, és ez minden szinten elérhető. Kicsit ezeket a hajókat is úgy tervezték, mint a reptereket, hogy hülye biztosra mindenki megtalálja azt, amit keres, hogyha meg nem, akkor tényleg ott a személyzet, aki egyből elmondja. És minden nap kapunk, nekem már pár napja az így itt van. Ne, kizártam magam. Lassan 3 hete vagyok hajón, egyszer se csináltam meg, és most miattatok? Egyből. Hol egy takarító? Kizártam magam. Befogadsz? Na szóval ott tartottunk, hogy programok, minden nap egy ilyen daily program témát bedobnak az ajtóba, hogyha épp kérsz takarítást, akkor az ágyadra rakják, hogyha nem, akkor pedig az ajtóra. És itt információt kapsz a következő destinációnak a mindenéről, gondolok itt, hogy hány fok lesz, mikor van napkelte, naplemente, mikor érkezel, és hogy mi lesz majd az azutáni megálló. Segítség, rossz szomába jöttem. Szóval! És ezen kívül nyilván megy a marketing ezerrel, mit hirdetnek éppen, hol lesz valamilyen esemény, ahova tudsz menni, milyen kaják lesznek, hol lesznek, és a napi programok, ami minden nap legalább ilyen 40-50 darabból áll. Ezeket annyira nem vettük igénybe, főleg azért is, mert én egyetlen egy eseményre elmentem, egy pingpong bajnokságra, hogy Na majd megmutatom, hogy mit tudok. És oda jött egy kedves japán úr, vagy én nem is tudom, hogy honnan származott. A lényeg, hogy saját ütővel érkezett, saját labdával. És szerintem nem játszok annyira rosszul, nyilván az átlagot ütöm. Hát ő nem. Ő azért bőven fölötte, úgyhogy 21-3-ra elvert. Így hát ezek után, mivel nem volt nagy sikerém, én nem sok programon vettem részt. Na de hogy tudjam nektek prezentálni és mutogatni ezt az egészet, elmentem a szuvenírboltba, és vettem egy kis hajót. Ami hogyha kijön, akkor hullalá. Bár hogyha megfordítom, akkor még a neve is ott van, a mindenség itt. Talán így nem tűnik annyira nagyon nagynak, viszont az a nagy különlegesség ennek a szuvenírnak, hogy ide bele van égetve különböző adatok, amiket most el szeretnék nektek mondani. Az MSC Meraviglia az egészen pontosan 171.598 tonna, 315 széles, aminek 8,5 méter a merülése. Ami még érdekessége lehet, hogy 2 darab 20.000 kW-os motor hajtja, és igen, ez rossz. Szóval tisztában vagyok ezzel, hogy az óceánjáró hajók nagyon pazarolnak, és nagyon nem tesznek jót a kis környezetünknek, de ez az MSC Meraviglia, ez a legzöldebb, meg a legökobb, egészen pontosan, hogy miért, azt nem tudom. Ha gondoljátok, lerakok a leírásba egy ilyen videót, ami ez prezentálja, ettől független végtelen pazarlás van, és végtelen károsanyag kibocsátás. Utána lehet nézni, hogy ezek a motorok mennyit fogyasztanak, és hogy még károsanyagot bocsájtanak ki. Ez egy nagyon rossz dolog, és tényleg fáj a szívem.
látni, hogy milyen füst felhőt húz maga után a hajó. További adatok, hogy összesen 2244 kabin van, ezt be lehet szorozni 2-vel, 3-mal, és akkor így nagyjából kijön, hogy mennyi utas is fér fel, és a crew kabinból is 820 van. Itt pontos számok is vannak, azt hiszem 5000 valamennyi utas, és 2500, nagyjából a fele annyi crew tag van. Hát most jelenleg mi 1400-an vagyunk a hajón, így nem azt, hogy mindenkire jut szinte egy crew tag, mert azért nyilván rengeteg mindenkivel nem találkozunk, de azért most eléggé szellős a hajó, és hát tudnak még inkább foglalkozni a kedves személyzetek a vendégekkel. Nagyjából én próbáltam nektek vizuálisan átadni, hogy hogyan is képzeljétek el ezt az óceánról hajózást, de folyamatosan arra jövök rá, hogy ezt át kell élni, és nem biztos, hogy át tudom úgy ezt nektek adni, mint amilyen. Szóval maga az érzés, hogy jelen esetben minden nap más országban kelek, és cserébe én csak fekszek, ülök, eszek, iszok, nem csak semmit, és mégis megyek, ez annyira zseniális, hogy reggel kinyitom a szemem, kinézek az ajtón, és egy teljesen új helyen vagyok, és egy teljes napom van felfedezni azt a helyet, ami egyben egy kihívás is, de közben meg pont elég is szokott lenni. Na ez az, amit nem kapsz meg feltétlen másképpen, csak hogyha felülsz egy ilyen hajóra. Valójában, hogy ez egy nagyon hosszú videó is lehetne, hogyha tényleg mindent beszeretnék mutatni nektek, illetve mindenről szeretnék beszélni, viszont most nekünk nincsen ennyi időnk, illetve nem szeretnék senkit untatni, úgyhogy így próbáltam nagyon dióhéjba összefoglalni a fontosabbakat, viszont hogyha valami nagyon fontosat kihagytam, akkor légy szíves, azt a komment szekcióba jelezd felém. És most jön az, amire mindenki várt, és remélem, hogy nem tekertetek bele a videóba, csak azért, hogy megtudjátok, de a matematikai része egy ilyen cruise shipnek, hogyha esetleg még nem googlisztál rá. Én most is, ahogy nagy többségében utazási irodával jöttem, egészen pontosan az utazlászmint.hu-val, ahogyan már évek óta együtt dolgozunk, és mindig mondom nektek, hogy remek ajánlataik vannak, nagyon jó algoritmus szerint dolgoznak, és most már hajós utakkal is foglalkoznak, úgyhogy le fogom dobni a leírásba őket, és tényleg, ha esetleg még idén, vagy mondjuk jövő télen, tavasszal gondolkoztak ilyen hajós útba, akkor itt a Karib térségben remek ajánlataik vannak, úgyhogy nézzétek meg mindenféleképpen. Ezen kívül természetesen rengeteg desztinációjuk van, és nem csak hajós, hanem szállodás, vagy amit csak szeretnétek, tényleg ott lesz a leírásban, nézzétek meg. A mi jelenlegi útunk rajtuk keresztül úgy jön ki, úgy matekoztuk ki, hogy naponta $50. És ezt nézzétek úgy, hogy van a belső kabinos, aminek még ablaka sincs, van az, ami óceánra vagy tengerre néz, ablakos, és van a miénk, ami már erkélyes, e fölött már csak a jachtklubos, rezidenciás lófüty van, nyilván ez egy kicsit drágább, de hogy így jön ki, plusz internetünk van, illetve ital csomagunk is. Jelenleg azért valljuk be, annyira nem erős az otthoni valutánk, és hogyha még ezt át is váltjuk, és mérlegeljük, hogy az összegért, amit befizettünk, hány országba járunk, hány városba járunk, mennyit megyünk, és tényleg milyen élményeket szerzünk, milyen minőségbe is, és milyen légkörbe, hát szerintem árértékarányban zseniális. Remélem, hogy ez a videó nagyjából körvonalazta, hogy hogyan is kell egy ilyen cruise ship-et elképzelni. Igyekeztem tényleg vizuálisan és tartalmilag is átadni, hogy mennyire király, és mennyire jól éreztünk magunkat, és mennyire gyönyörű helyekre el lehet jutni. Egész jó pénzért. Nyilván ez objektív, és mindenki döntse el magának, hogy mi számít jó pénznek, és mire szánja azt a pénzt. Én mindig annak a híve voltam, és ezt el is mondtam nagyon sokszor, hogy az utazás és a vele járó élményszerzés a számomra egy mindig olyan dolog, hogy nem sajnálom rá a pénzt, úgyhogy ezt én így tudom átadni. De lehet ezzel nem egyetérteni, és én ezt abszolút tiszteletbe tartom, viszont hogyha bármilyen kérdésetek felmerül így az utazással kapcsolatban, akkor mindenféleképpen a komment szekcióba írjátok le nekem, és igyekszem válaszolni, úgyhogy köszi szépen a figyelmet. Peace.